Einen recht schönen guten Tag wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauer. Sie sehen heute die Sendung des Deutschmagazins. Vor einigen Jahren war es noch ein Ausstellungsraum. Für heute ist Lager Jarod ein leerer Waggon. Die aus einem Waggon ausgestaltete Ausstellung ist endgültig in Pécsvárad angekommen. Laut Plänen wird der Waggon nach seiner Erneuerung Teil einer Ausstellung über Eisenbahngeschichte sein. Kamionon érkezik egy különleges vagon Pécsváradra. A lágerjárattal már az ország több pontján is találkozhattak az érdeklődők. A szerelvény most véglegesen a baranyai településre került. Azért is örültünk ennek a megkeresésnek, hogy valahol végleges helyet találni ennek a lágervagonjáratnak, mert hogy a pécsváradi vasútállomás az nem csak Pécsváradnak, hanem a környék német településeinek egy nagyon fontos helyszíne, ugyanis a Málenki robotra elhurcolt áldozatokat, illetve később a kitelepítésre elcipelt családokat így gyűjtötték össze. Hát nagyon sokak fejében ez a mai napig úgy él ez a helyszín, mint ahol egyszer nagyon rossz fordulatot vett a sorsuk, és mi erre itt Pécsváradon mindig nagyon ügyeltünk, hogy amikor megemlékezünk az áldozatokról, akkor ne csak a pécsváradi illetőségű, pécsváradi lakosú áldozatokra gondoljunk, hanem mindazokra, akiknek valamilyen módon ide kötődött a sorsa. Úgyhogy egy egész hosszú távú koncepciót nagyon sok lépésből állítottunk össze, bízva abban, hogy lesznek majd követőink, és lesznek majd támogatóink ezen az úton, és igazából egy emlékezet helyet szeretnénk létrehozni, a német nemzetiség, illetve minden olyan áldozat emlékére, akit a vallása, az anyanyelve, a nemzetiségi hovatartozása miatt bármikor, bármiféle atrocitás, hátrány ért az életében, és ezt igyekeznénk olyan módon felvillantani ezeket az emlékeket, és úgy tudatosítani a mai látogatók számára, hogy ez élményszerű legyen, ugyanakkor megerősíteni azt, hogy erre semmi szükség, és ez nem szabad, hogy még egyszer előforduljon. Az egykori vonatszerelvény a Málenki robot áldozatainak állított emléket. Az összeállítást a magyarországi németek pécsbaranyai nemzetiségi köre készítette. A történet az onnan indult, hogy 2015-ben a magyar kormány emlékévé nyilvánította a 16-tól 17-ig tartó időszakot. És az emlékév során lehetett pályázni, támogatást nyerni, és akkor találtuk ki, hogy legyen egy olyan vagon, egy picit a holokausztos vagon mintájára, amely bejárja azokat a településeket, ahol valamikor gyűjtőhelyek voltak. Ugye ez a vagon a Szovjetunióba vitte hát részben a katonákat hadifogolyként, részben pedig nagyon sok civil ember, többek között nagyon sok német származásút is innen a megyéből, Baranya megyéből, Pécsváradról, Mecseknádasról, de az Újpetre villánykörzetből is, tehát körülbelül 200 faluból vittek el Baranyából embereket a szovjet lágerekbe civilként. És a vagon végül is 13 helyszínen állomásozott egy év alatt. A nyugati pályaudvaron udvaron vett az átadása, onnan indult, és akkor így járta végig tulajdonképpen az országnak azon területeit, ahol gyűjtőhelyek voltak, és ahol ilyen bevagonírozási központok. A vagon nem csak kívülről, hanem a belső térben is megidézte az akkori kor történéseit. Kiállításként üzemel, tehát nem csak mint egy üres vagon járt körbe, hanem kiállító tér is volt, ahol folyamatosan mentek filmek, interjúkat lehetett meghallgatni, és minden állomás helyen cseréltük a táblákat, hogy azon a területen, azon a környéken, hogy történtek az elhurcolások. Abszolút pozitív volt minden állomáshely, mindenhol a polgármesterek ott voltak, a német önkormányzatok részéről a képviselők ott voltak, iskolák jöttek, fellépők voltak, tehát túlélők is jöttek. Tehát sok olyan információt is szereztünk, amit talán ennélkül nem tudtunk volna megszerezni, hogy ez a vonat így az országot járta. Miután lezajlott a Gulag-Gupvi emlékév, a lágerjárat Budapestre került. A Vasúti Emlékpark felajánlotta, hogy helyezzük el ott, és ott a két vagon egymás mellett állt, tehát a holokausztos vagon és a milyenké, ugye a Málenki robotos vagon. De kicsit problémát okozott ez Pécsről, nem igazán tudtuk működtetni, tehát úgy, ahogy szerettük volna, hogy továbbra is bemutató tér legyen, hogy továbbra is egy ilyen rendkívüli történelemórákat lehessen bent tartani, vagy iskolásokat lehet vinni.
és innen Pécsváradról a német önkormányzat elnöke, Bauman Mihály vetette föl, illetve mondta, hogy mi lenne, ha lehoznánk Pécsváradra, és itt egy tanösvénynek az egyik állomása lenne. Hát megmondom őszintén, találkozott az elképzelésünk, hogy elhozni a vasúti emlékparkból ide Baranyába, és azt hiszem Pécsváradnál jobb helyet nem is találhattunk volna erre a célra. A lágerjáratot kívülbelül lehetőség szerint pályázatok segítségével szeretnék felújítani. Ezután egy vasúttörténeti kiállítást is berendeznek majd az egykori pécsváradi vasútállomáson. Spannende Fragen, ausgezeichnete Stimmung und zahlreiche Teilnehmer am ersten Online-Deutschquiz von Ungarn. An der nagelneuen Initiative nahmen am 25. März 33 Gruppen, insgesamt 150 Leute teil. Das wichtigste Ziel der Veranstalter war, unseren durch die Pandemie mit vielen Schwierigkeiten belasteten Alltag mit Kultur und Unterhaltung zu verschönern. Ki volt az a német püspök, aki jelentős mértékben hozzájárult a Pécsett létesült első magyarországi egyetem megalapításához? Melyik baranyai falut nevezik a magyarországi német építészet gyöngyszemének? Melyik sváb településen található kocsma a templom épületében? Többek között ilyen kérdésekre is válaszoltak azok, akik részt vettek az első magyarországi német online kvízen. Az egyedülálló kezdeményezést több szervezet közösen rendezte meg, köztük a pécsi német önkormányzat. Ez egy nemzetiségi kvízjáték volt. Ugye eredetileg a pécsi német önkormányzat, a GIOTU, a Fiatal Magyar Német Közösség, illetve a Lénau Verein voltak azok, akik összeültek, és arra gondoltunk, hogy esetleg a magyarországi németeknek egy olyan kvízestet szerveznénk, amely, ez még tavaly volt egy terv, hogy leülnénk egy pécsi kocsmában, étteremben, és ott ilyen asztaltársaságok egymással vetélkedhetnének, hogy mit tudnak magyarországi németekről. Ennek vannak játékosabb kérdései, és vannak komolyan vehető kérdései is, így úgy gondoltuk, hogy a német nyelv gyakorlásával esetleg asztaltársaságok jól tudják érezni magukat egy estén keresztül. De ugye a jelenlegi helyzetben ez nem volt lehetséges, így aztán platformot váltottunk, és az interneten szerveztük meg ezt a vetélkedőt. Ezt a kvízestet, és hát körülbelül 50-60 kérdést sikerült összeállítanunk. Reménykedtünk abban, hogy egy 5-10 csapat összejön. A kérdésünk az volt, hogy 3-6 fős csapatok jöjjenek össze. Ugye ők sem lehettek együtt, kivéve családokról volt szó, tehát ők nekik kellett egy másik platformot választani, ahol ők érintkeznek egymással, tudnak beszélgetni, és egy harmadik platform, ahol az egész verseny zajlott. És hát gyakorlatilag minden várakozásunkat felülmúlt az, hogy összesen 35 csapat jelentkezett, és kb. 150-en vettek részt ezen a vetélkedőn. Még németországi résztvevőnk is volt, tehát csapat. Úgyhogy országszerte lefettük minden olyan régiót, ahol magyarországi németek élnek. A visszajelzések alapján azt tudjuk megmondani, azt tudjuk megállapítani, hogy nagyon jól érezte mindenki magát, várják a következő lehetőséget, ami reményénk szerint ősszel majd meg tud valósulni, már ténylegesen élő környezetben, és hát szeretnénk egy ilyen, tehát a célunk az lenne, hogy egy 2-3 belül egy ilyen kvízkultúra a magyarországi németek között kialakuljon, ugyanis az egésznek a legfőbb célja az, hogy németül beszélnek az emberek egymás között. Ez lehet az irodalmi német, Hochdeutsch is, de lehet a nyelvjárás is, tehát a kérdések is úgy vannak föltéve, hogy minden érintve legyen. Most az első alkalommal azt csináltuk, hogy megpróbáltuk a regionális dolgokat, tehát először is pécsi kérdések voltak, Pécs németségével kapcsolatosan a régió kérdései, ugye ez a Tolna-Baranyas-Mony megye elsősorban, voltak magyarországi német kérdések is, és voltak olyan kérdések is, tehát ugye a németség nem csak Magyarországon él szorványságban, hanem mondjuk a mai Románia területén, de például Brazíliában is élnek, és ezzel kapcsolatban is volt egy kérdés. Az eredetileg Pécsre és személyes jelenléttel tervezett rendezvény a járványhelyzet miatt zajlott online térben, ami végül előnynek bizonyult, hiszen a játékban így az ország más régióiból és külföldről becsatlakozott csapatok is könnyedén részt tudtak venni. Ez egy Kahoot platformon működött a verseny, és minden 15 kérdése volt egy műsorvezető, úgymond. A Pécsit azt én vezettem, és hát minden résztvevő szervezetnek volt egy delegátja, aki az adott részt ő konferálta föl, és ő oltotta meg a kérdéseket együtt a résztvevőkkel, vagy hát a megoldásokat ők mondták be a végén. Volt, ahol csak 3 fős csapat jött össze, de volt, ahol 6 fős is összejött, tehát így 150 fővel, 147 és 100
50-valahány fő között mozgott az állandó részvétel, volt, aki kiesett, akkor vissza kellett hozni, tehát ugye az internet jelenlegi kihasználtsága mellett sokan vannak, akik ugye elvesznek egy időre, de aztán visszajöttek ők is a versenybe is. Ugyan panaszkodtak, hogy a két-három kérdés kimaradt nekik, de mégiscsak azért viszonylag jó helyet értek el ők is, ez a csapat is. A pécsi német önkormányzat meggyőződése, hogy a német anyanyelvünk még nem halt ki, emelte ki Flódung János. Emiatt egy ideje igyekszünk olyan programokat szervezni, amelyek a nyelvre is összpontosítanak. A célunk az lenne, hogy ha nem is csak Pécset, hanem az ország egész területén ennek egyfajta kultúrája alakulna ki, és még egyszer hangsúlyozom, a fő cél az lenne a német nyelvnek a mindennapi művelése is. És hát ugye a német okumányoknak a célja az lenne, hogy a német nyelv az visszanyerje azt a presztizsitását, ami régen volt. Ez az út vezet oda, hogy esetleg ezt a kultúrát ténylegesen napi szinten meg tudjuk majd élni 5-10-15 év múlva is. A verseny végén a dobogós helyezettek ajándékokat, könyveket kaptak. A következő hónapokban a szervezők azon fognak dolgozni, hogy ezekkel az emberekkel újra találkozhassanak, remélhetőleg már személyesen. Addig pedig mindenkit arra bíztatnak, hogy beszéljen, játszon németül. Im Hartauer Heimatsmuseum im Komitat Bácskiskun kann man besondere Stücke der deutschen Kultur besichtigen, so zum Beispiel bemalte Möbel, deren Tradition bis heute lebt. Der ehemalige Rathauspräsident und der Lehrer der Siedlung haben einst begonnen, die Stücke zu sammeln und die Sammlung außerordentlich reich zu gestalten. A Hartai Tájház létrejötte az 1960-as évekhez köthető. Nánai András a település vezetője és Rétfalvi Teofil pedagógus közös akaratának eredményeként kezdődött meg a gyűjtés. 1967-ben kapta meg a működési engedélyét a Hartai Tájház, melyben a lakáskultúrától az öltözködésig számos relikvia őrzi a helyi különleges évszázados hagyományokat. Hartán tulajdonképpen azért ugyanúgy, mint más településen is vannak egyedi dolgok, és ezek közé soroljuk bizonyos tekintetben a hartai festett bútorokat is, sőt, talán első helyre, mert hogy hát országosan is tényleg egy egyedi dologról beszélhetünk, de már országhatáron kívül is ismert ez a kézműves tevékenység, amiről annyit tudunk, hogy az 1800-as évek elejéről vannak írásos és tárgyi dokumentumok ezzel kapcsolatosan. Tehát nem feltétlen tudjuk azt, hogy mennyire és mit hoztak magukkal az őseink, akik ugye 1723-ban német nyelvterületekről érkeztek erre a vidékre. Valószínűleg nagy szerepet játszhatott a hartai bútorokkal kapcsolatosan a komáromi bútorkészítő és festőműhelyeknek. Hát ugye annyit tudunk, hogy vannak bizonyos motívumok, amik teljesen egyedivé teszik ezt a hartai bútorfestést, mégpedig a hartai rózsa, a tojásdatforma, a gomba motívum, a madárka motívum. Annyit tudunk még a hartai festett bútorokkal kapcsolatosan, hogy még a 60-as években is, tehát asztalos szakemberek készítették ezeket a bútorokat, ők is festették ezeket a bútorokat, tehát nagyon sok esetben úgymond férfi emberek készítették minden tekintetben ezeket a használati tárgyakat. A színviláguk tulajdonképpen igen, tehát valamikor régen ennyit tudunk, hogy magára a nyers fára, hogy így mondjuk, belekarcoltak bizonyos motívumokat, és a későbbiekben kezdtek el festéket és festést alkalmazni. Először szintén magára a nyers fára, tehát nem volt alapszíne, aztán később egy sötét alapszínt adtak ennek, és hát gyakorlatilag az a hét szín, ami megjelenik a hartai festett bútorokon, illetve mindenképpen egy közép
motívuma a hartai bútorfestésnek az a kehelyből vagy korsóból kiinduló, hát tulajdonképpen életfa vagy virágcsokor, ki hogyan nevezi és hívja. És hát ami még jellemző, ugye, hogy a hartai festett bútorokon általában megjelenik a készítetőnek a neve és a készítésnek az időpontja. Kiállítóhelynek a lakószobájában tulajdonképpen több mint 100 éves bútorok láthatók, ami ugye ami meglátják a vendégek, vagy láthatják a vendégek azt, hogy gyakorlatilag a motívumok, a színek ugyanazok, mint a közelmúlt szobájában, tehát ugye ahol 72-es datálású bútorok vannak, De hát nyilván, hogy az évszázadok alatt, mert mondhatjuk ezt, a festékek kémiai összetétele gyakorlatilag azért változott, és nyilván ezek a bútorok minden tekintetben beértek már annyira, hogy esetleg kicsikét más a színviláguk. Tehát lehettek itt is divatirányzatok is, érzelemvilág is, a megrendelő is esetleg mást kért, vagy bizonyos dolgot kért, De maga az alapja és a motívumvilág az teljesen ugyanaz, mint a két szobában látható bútoroknak. A kiállítóhelynek a legrégebbi darabja egy 1865-ös datálású kis ládika. Ami még érdekessége ennek a lakószobának, hogy tulajdonképpen ugye ez az életkép, amit megjelenik előttünk, ezzel arra akart utalni a tanár úr, mert ezt még ő rendezte be így, hogy gyakorlatilag egy légtéren belül 3-4 generáció élt együtt abban az időben, és hát ugye nem volt abban az időben még arra lehetőség, hogy boltban vásároljanak például játékokat, ezért a felnőttek, hogy a gyerekek le legyenek kötve, és nyilván ők a dolgukat tudják végezni, nagyon kreatívan készítettek bizonyos játékokat, amik a mai világunk gyermekei részére nagyon érdekes darabok lehetnek, és nem is igazán szoktak a gyerekek, hogy úgy mondjam, hát, hogy is mondjam, csak nem szokták elfogadni ezeket a játékokat, ha azt mondom, hogy mivel szeretnének játszani, akkor azért maradnak a mai modern játékoknál, mert hát azért ezek egy kicsikét más játékok. A napjainkban már nem annyira jellemző, hogy ilyen bútorokkal szeretnék az emberek körülvenni magukat, de én azt gondolom, hogy minden olyan családban, akinek valamilyen kötődése van a múltunkhoz, tehát mondhatjuk azt, hogy az ősei ugye onnan a bizonyos német nyelvterületről jöttek, azért igyekszünk generációra átadni azt, amit fontosnak tartunk, és ezt manapság abban a formában tudjuk megtenni, hogy esetlegesen bizonyos festett bútordarabokat azért még a modern interjőrökbe is el lehet helyezni, és a jelenleg közöttünk élő három bútorfestő nagyon rugalmasan kezeli ezt, tehát hogyha valakinek igénye van arra, hogy modern bútor felületére, tegyük föl egy beépített konyhaszekrény felületére, homlokzatára, szeretne néhány hartai motivumot, akkor ők nagyon készségesen vállalják. A hartaiak tájszólása is különleges, mint ahogy a ruházat elemei is eltérnek a hagyományostól. Ebben a fejfedő az igazi unikum. Ahogy a gyűjtemény kezelője Gröb Gyuláné elmondta, ma már a díszítő gyöngyök beszerzése is nehézségbe ütközik, mint ahogy gondban vannak a kékfestő anyagok dolgában is, hiszen nincs olyan műhely, mely az 50 éves hartai tánccsoport ruháit újra elkészíteni.
Wie haben sich die Programme gestaltet? Was für Pläne hat die LDU in dieser schwierigen Situation? Wird es in der öffentlichen Bildung genug Deutschlehrer geben? Das waren unsere Fragen an die Vorsitzende der LDU, Ibuja Hoek-Engländer. A koronavírus járvány az országos német önkormányzat munkáját is befolyásolta, hogy miképpen alakultak a programjaik, beruházásaik, arról az érdekképviselet elnökét kérdeztük. A pandémiás helyzet ugye nem kedvezett annak, hogy a programokat, amiket egyébként minden évben végre szoktunk hajtani, meg tudunk szervezni, azok megszervezésre vagy megrendezésre kerüljenek, ezért az erőinket próbáltuk más irányba összpontosítani. Mindenképpen az Országos Német Önkormányzat oktatási intézményei, a Schiller Gimnázium Pilisvörösvárott, illetve a Budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium mind a kettőben lesznek felújítási munkálatok még ebben az évben. A Német Belügyminisztérium is rengeteg programunkat patronál és finanszíroz, ezeket is át kellett alakítanunk a pandémiás helyzetre való tekintettel, úgyhogy nem lehetnek kontaktprogramok, de például számos olyan beruházást tudunk megvalósítani, hogy az ifjúsági klubokat például ellássuk berendezésekkel, elektronikai eszközökkel, illetve több olyan oktatási nevelési intézményt, amely a települési német önkormányzatok fenntartásában van. Ezen felül átadtuk az országos német tanösvényt Baján, ami szintén a Német Belügyminisztériumnak a támogatásával készült. Az egyik legfontosabb dolog, amit esetleg még megemlítenék, az, hogy 2021. január 1-jével megalakult az Országos Német Önkormányzat Pedagógiai és Módszertani Központja, mint önálló intézmény. Eddig is létezett a Koch Valéria Iskola Központ intézményegységeként egy pedagógiai intézményegység, de ezt most önállósítottuk, több oka is van ennek. Ez az intézményünk, tehát a módszertani központ koordinálja a Magyarországon minden nemzetiségi ösztöndíj programját, ami az óvodapedagógusok és a tanárok, hallgatók és levelezős hallgatók ösztöndíját illeti, azt mi koordináljuk, illetve a német önkormányzatok fenntartásában országszerte már több mint 60 intézmény van, és az ő szakmai szolgáltatásukat is ez az intézet fogja ellátni. Úgyhogy nem unatkoztunk, annak ellenére, hogy konkrét programjaink, vagyis direkt programjaink nem voltak. Azt a gála műsort, amit minden év második januárjában az Országos Német Önkormányzat szervez az önkormányzatok napja alkalmával, néha a Kodály Központban, minden második évben Pesten a Kongresszusi Központban. Ezt is online formában kellett megvalósítanunk. Nagyon nagy sikere volt, természetesen nem olyan élménnyel, mint hogyha ez egy élő program lett volna, de így is nagyon nagy sikere volt. Amit még online formában tartottunk meg, az pedig a magyarországi németek elhurcolásának és elüzetésének emléknapja január 19-én, hiszen Bonyhádra volt tervezve egy központi megemlékezés tekintettel arra, hogy 75 éve történt az elhurcolás elindítása. Ezt is online formában oldottuk meg, és hát várunk arra, hogy mikor tudjuk majd a bonyhádi emlékművet felavatni, hogy mikor lesz egy olyan jellegű nyitás, hogy tudunk szervezni egy megemlékezést. A német nemzetiségi pedagógusok képzését ösztöndíjrendszer kidolgozásával segítette az önkormányzat. Ennek eredményéről is kérdeztük az elnökasszonyt. Abszolút sikeres, ezt mondhatjuk. Megnőtt azon hallgatók száma, akik ezekbe a képzőintézményekbe jelentkeznek, de ha azt nézzük, hogy mennyi végzett pedagógusra lenne országszerte szükség a nemzetiségi oktatásban, akkor ez még mindig kevés, tehát nekünk most az a célunk, illetve hát fölvesszük az intézményekkel a kapcsolatot, hogy a középiskolák is minél több hallgatót tudjanak, vagy minél több diákot tudjanak orientálni a pedagógus pálya felé. Tehát az ösztöndíj keretei még többet is elbírnának.
de egyelőre még nem annyira népszerű sajnos a pedagógus pálya, hogy tömegével jelentkeznének hallgatók, míg azért a gazdasági szakmák azért még elvonják a németül jól tudó, jól beszélő diákokat, úgyhogy ez nekünk most egy komoly feladatunk. Azonban a német nyelven oktató köznevelési intézmények népszerűek a továbbtanuló iskolások körében. Így tártkarokkal várják az iskolák a végzett tanárokat, nevelőket. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für heute. Auf Wiedersehen.